Üdvözöljük a Futuris külön kiadásában, amelyben az Európai Unió jövőbeli kutatási programjának fő célkitűzéseiről lesz szó. A 2021-ben induló Európai Horizont keretprogram 5 misszióból áll. Klímasemleges és okos városok, talajegészség és élelmiszerek, óceánok és belvizek védelme, alkalmazkodás a klímaváltozáshoz és a rák elleni küzdelem. Ma ez utóbbiról lesz szó. A daganatos megbetegedések évente 1.400.000 halálesetet okoznak az Európai Unióban. A rák elleni terv 3 millió ember életét kívánja megmenteni a következő évtizedben. A rák elleni uniós misszió elnöke kézzelfogható példákkal szolgál számunkra, hogy miként. Az egyik legfontosabb erőfeszítésünk az lesz, hogy garantáljuk minden európai állampolgár hozzáférését a rák szűréshez. Az Európa Tanács már 2003-ban elfogadta az emlő, a vastagbél és a méhnyakrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok iránymutatásait, de még ma sem fér mindenki hozzá ezekhez. Bizonyos országokban még mindig sokan halnak meg amiatt, hogy nem jutnak hozzá a megelőző szolgáltatásokhoz. Migliaia di cittadini che muoiono perché non hanno accesso agli screening oncologici. Biztosítani szeretnénk minden uniós polgár jogát a szűrővizsgálatokhoz, hogy időben diagnosztizálják a betegségét. Nézzük meg a korai diagnózis és a testre szabott kezelések fontosságát a daganatos betegeknél. A brüsszeli Jules Bordel intézetben jelenleg 161 van a rákos betegeknek. A számuk hamarosan 250-re nő. Delfinnél 45 éves korában mellrákot diagnosztizáltak egy rutin szűrés során. A biopszia és az emlőeltávolító műtét, azaz a masztektómia után az orvosok nem tudták, hogyan tovább. Lehetőségem adódott, hogy elvégezzenek rajtam egy genetikai tesztet, amely segített meghatározni a visszaesés kockázatát. Ennek 27% lett a valószínűsége, tehát nem volt kétséges, hogy kemoterápiára van szükségem. Oléna vastagbélrákját a hazájában, Ukrajnában nem kezelték megfelelően. Miután Brüsszelbe utazott, a dolgok jobbra fordultak. Nagyon agresszív rákom volt, a kemoterápia nem hozott eredményt. A belgiumi orvosok azt javasolták, hogy vegyek részt néhány kísérleti programban a daganatos betegségek kezelésének új területén, az immunterápiában. Mindkét beteg esete azt példázza, hogy rendkívül nagy szükség van olyan rákellenes programra, amely jól meghatározott, egyértelmű prioritásokkal rendelkezik. A legfontosabb a megértés, hogy a daganatos betegségek még mindig ennyi halálesetért felelősek, az azért van, mert még nem értjük jól ezt a betegséget. A második pillér a megelőzés. A rák korai diagnosztizálására számos módszer létezik, csak még nem mindenhol alkalmazzák őket. Meg akarjuk erősíteni a már hatékonynak bizonyult megelőzési módszereket és új diagnosztikai eljárásokat találni a betegség azon típusainál, amelyeknél ilyen még nincs. A kezeléseken is javítani szeretnénk, és azokat az egyenlőtlenségeket is le akarjuk küzdeni, amelyek a kezelésekhez való hozzáférés terén tapasztalhatóak. Végezetül úgy gondoljuk, hogy sürgősen javítani kell a betegek életminőségén, kezelés alatt és után. A daganatos elváltozások jobb megértése mélyebb, átfogóbb, multidisziplináris kutatásokat jelent. Ebben a párizsi intézetben évtizedek óta rákos megbetegedésekkel, főként leukémiával foglalkoznak. Még ennyi év után is hatalmas kihívásokkal szembesülnek, mondja az Unió rák missziójának alelnöke, aki itt kutató. Meg kell értenünk, hogy alakul ki a rákos sejt. Hogyan engedi meg az immunrendszerünk, hogy a szervezetünkben maradjon? Hogyan szaporodik és hogyan tűnik el? Hogyan képes évek múltán ismét megjelenni?
Hogy ezeket a mechanizmusokat megértsük, kutatásra van szükségünk, amely viszont multidisziplináris megközelítést igényel, matematikát, fizikát, kémiát, nem csak biológiát. Ennek az észtországi kávéház tulajdonosnak az élete 53 évesen örökre megváltozott. Mellrákot diagnosztizáltak nála, akár csak 10 évvel korábban az édesanyjánál. Az emlőeltávolító műtét után időre volt szükségem, hogy felépüljek. Most kemoterápián megyek keresztül. Tallinnba járok kezelésre, mert nem itt lakom. Azt hiszem, eddig egész jól gyógyultam. Kaija egyike annak a 200 ezer önkéntesnek, aki az ÉSZT biobankot segíti. A kutatók szerint a genetika előrejelezhet néhány súlyos egészségügyi problémát, köztük a szív- és érrendszeri betegségeket, a kettes típusú cukorbetegséget, vagy a rák különböző formáit, például a melanómát vagy a prostata és tüdőrákot. Az ÉSZT biobank ügyvezetője a Rák Misszió tanácsának is tagja. Vérmintákat veszünk és kivonjuk belőlük a DNS-t. Az egyes emberek teljes genetikai állományán belül megvizsgáljuk 800 ezer génvariáns helyét a genomban. Ezt az információt arra használjuk, hogy előre jelezzük az egyes betegségek kockázatát. Különböző változatok felelősek ugyanis különböző betegségekért. Tehát például az emlőrák esetében egyféle variáns áll rendelkezésünkre, a szív- és érrendszeri betegségek esetében pedig egy másik. Cardiovascular disease, we have different one. A Tallinnban élő Merike 40 éves volt, amikor kiderült, hogy emlődaganata van. Most 53 évesen azt mondja, szerencséje van, hogy eddig sikeresen legyőzte a betegséget. Ha tanácsot adhatnék azoknak, akiket újonnan diagnosztizálnak ilyen daganattal, azt mondanám nekik, hogy támaszkodjanak a családjukra és hallgassanak az orvosukra. Változtassanak az életmódjukon, álljanak pozitívan a helyzethez, és mindig kövessék az orvosok tanácsait. Ennyi fért az adásba. Köszönjük, hogy minket néztek. Erről és az Unió többi missziójáról a Futuris weboldalán és az Euronews közösségi oldalain talált további információkat.